Sziasztok! Ez a rész a feladásról szól, hogy egy szülő mit ad fel a gyerekéért. Egy játékos is megcsinálna ezt a videót az ő szemszögéből, de gondolom ez egy másik sorozat lesz. Ez most a szülőknek szól. Az életed teljesen megváltozik, hiszen amikor kicsi a gyerek, akkor vinned kell edzésre, nem teheted fel a buszra. Ezáltal el kell jönnöd a munkahelyedről, úgy kell beállítanod a napi programodat, rutinodat, hogy mindezt te megtehesd. És közben persze pénzt is keresél, hiszen egy korábbi videóban már láthattuk, hogy mennyi pénzbe is kerül a gyerekednek a sportoltatása. És hogy miért kell ott lenned az edzésen? Egyrészt, hogy lásd a gyerekednek a mozgását, hogy a gyerek, amikor el akar neked mesélni valamit, az ő kommunikációjára tudjál válaszolni, tudjál részese lenni egy ilyen közös munkának. Másrészt, amit ő nem lát, mert nem ért még, azt pedig megértetni vele, hogy éppen ebben a helyzetben mit kellett volna tenni, vagy éppen mi történt, és arra felnőtti választ adjál. Harmadrészben pedig, hogyha a csapat beszélni akar veled, akkor tudjál te is olyan véleményeket megfogalmazni, amik valósak. Korábbi részekben már beszéltünk arról, hogy mindenképpen látnod kell az edzéseket, szerintem, mert hogy ugyanis, amikor krízis helyzet van, akkor neked kell majd megoldanod a helyzetet, és ahhoz neked konkrétan tudnod kell, hogy mi történik, illetve a külön edzéseket is valamilyen szinten, hogyha te koordinálod, akkor el kell tudnod magyarázni annak az embernek, aki külső edzőként fog segíteni a gyereketnek, hogy éppen mi lehet a probléma, hogy legalább az alapokat elmondani, hogy mi volt a mérkőzésen, vagy az edzésen, amit értem szerint ő nem láthatott. És akkor, ahogy ezt mondtam, mivel jár mindez? Az, hogy kocsiban dolgozol, vagy kint fagyoskodsz a pálya mellett, vagy stikában próbálsz megjelenni valahogy úgy, hogy persze ne zavart sem az edzés, az edzőnek a munkáját, sem pedig a gyerekednek a fejlődését. Ez egy roppant nehéz dolog. Azáltal, hogy egy ilyen helyzetet fogsz meg kialakítani saját magad körül, sokkal fáradtabb leszel, hiszen hajnalban kelsz, állandóan robotolsz, sokkal több kilométer lesz az autódban, és sokkal több időt fogsz eltölteni magával a gyerekkel. Ami viszont nagyon érdekes és nagyon jó dolog, és ezt bevállaltam. Ha ezt nem tudod mással megoldani, nincsen, aki más segítsen, mint hogy nekem sem volt, akkor ez egy ilyen sport. Köszönöm a mai figyelmeteket!